A magányok dogmatika egyik alapfogalmát a személy jelenti. Nézzük meg, hogyan váltott ez a fogalom a római jog középkori és újkori továbbélése folyamán, és hogy alakult ki ebből a jogalany, majd a jogképesség fogalma, további fejlődés alatt pedig a személyiség fogalmának jobban megjelenése mit adott ehhez. A személy fogalmát már a római jog ismerte, ám Helmut Kohling, a nagy német jogtörténész felhívja a figyelmet arra, hogy a római jog személyek, dolgok, akciók felosztása nem esik egybe a felvilágosodáskor középpontba állított személy fogalmával. Ott a személy, tehát a rómaiaknál nem is létezett, és a többes szám a személyek azt jelenti, hogy csak különböző státusú személyek merültek fel, és a rabszolgákra, szabadokra, római polgárokra, betelepültekre, stb. Osztott csoportokból álló társadalomban az ezek valamelyikéhez tartozó egyének léte mellett az e státusoktól független személy fogalma értelmetlenség lett volna. A személy csak annak menetében merült fel az 1700-as évek elejének észjogában, hogy a különböző születéssel szerzett státusokból és a rendi jogállásból az egységes és egyenlő jogállás felé kezdett közelíteni a tényleges társadalmi szerkezet is. A római jogi persona egyszerűen az embert jelentette, de mint jogi fogalom csak meghatározott státusú emberként merült fel, vagyis jogilag a státusz az egyes ember státussal álltak a középpontban. Egy későbbi eltolódással a személy a jogképes alany meghatározásában. A személy az alany, a személy az az alany, melynek cselekedeteit magának kell beszámítani. Kantnál már nem is egyszerű személyről van szó, hanem az alany szerepelt, a jogalany. És az ember jogalany lett ettől kezdve. Az 1800-as évek folyamán aztán a személy helyére a jogalany szóhasználata lép végleg, majd egyre inkább a jogképesség. Az ember képessége arra, hogy jogok és kötelezettség alanya legyen. Thibaut 1805-ös System des Pandectens Rechts című művében a személy alapvetően már a jogképesség oldaláról kerül megfogalmazásra, szó szerint így hangzik el, azt, aki valamilyen szempontból egy jog alanyának tekintető személynek nevezük, különösen, ha az ember őt a polgárjog alanyának tarthatja. Ebben a megfogalmazásában a személy legfontosabb jegye az, hogy jogképes. Az 1800-as évek után a jogképességre szűkített személy felfogás helyett ismét a teljes ember behozatal figyelhető meg, de most már persze nem az ember szó használtam, hanem a személyiség Persönlichkeit középpontba állításával. Miközben a személy fogalmát az európai jogi gondolkodás a rómaiaktól vette át, még ha csak a státusokra szétosztott formában is, a személyiség fogalma ott nem merült fel, és ez az 1700-as évek végének felvilágosodáskori szóalkotása volt. Ez szó és tartalmának kialakulása a korábbi hivatali autoritás helyén indult meg, amint az ország főembereinek király és más főméltóságok, sok addigi hivatalából és származásából eredő méltósága helyére a saját teljesítmények nagyságát kezdték állítani. Értelme és képesség is az ebből létrejött teljesítményei adják a személy nagyságát, és például a porosz nagyfigyes király ebben az időben, mint a király személyiség mintája jelenleg a felvilágosodás szellemi közvéleményébe, mint a nagy jelző is ezt mutatta. Ez a kezdet vezetett oda, hogy az autoritás helyére a személyiség is ennek foka vált a megítélés mércéjévé, ám míg a személyi jelző már minden embert megilletett, addig ez egy magasabb értéket mutató jelző volt eleinte. Csak kivételes ember lehetett személyisége fogalom elterjedésének kezdetekor, például a korszak másik nagy személyiség szintjét elérő értékeltje Goethe volt. A korszak szellemi légkörében terjedő fogalmat aztán Kant vezette be az etikájába arra a személyre, aki el tud szakadni a külső természeti kényszerektől és a szabadságig el tud jutni. Szó szerint idézem Kantot, semmi más, mint a személyiség az, amely az átfogó természet összes mechanizmusaitól független tud lenni, és az érzékhez világhoz tartozó személyi részét a személyiség maga alá tudja vetni, miközben ő az intellektuális világhoz tartozik. Tehát a személy jogi fogalma Kantnál megmaradt még, de mint a szabadságra való képesség jelzője és értékeléje, az etikai mérceként már a személyiség lépett be.
ez azonban azt is jelentette, hogy az összes ember is ezek egyenlő mértékű jogban megjelenése személyként még csak egy alsó világot jelent, és a felső szférába belépés, illetve vele a szabadság, az egyszerűbb emberek tömegétől elküldött személyiségek etikai szintű kiválóságban érhető csak el. Ezzel a felvilágosodás által korábban végrehajtott minden embernek a személy fogalmába való beemelése és a szabadság mindenki számára deklarálása egy elméleti kihívás elé kerül. Ezután évtizedek teltek el még addig, amíg a jogászok a személyiség etikai fogalmából jogi fogalmat hoztak létre. És csak 80 éve Kant e műve után 1866-ban Georg Karl Neuener könyve volt az, amely behozta jogba a személyiséget a következő módon. A személyiség joga alatt a személynek azt a jogát értjük, hogy önmaga, mint cél lehessen, és mint öncél tudja magát a világ elé állítani, és önmagát megvalósítani. A fogalom továbbfejlődése Girkénél figyelhető meg az 1890-es évek elején, akinél már a személyiségi jogok sokasága merült fel, és ezek mellett megalkotta az általános személyiségi jogot, mint a jogi érintkezésekben személyként, személyiségként elismerésre való igény. Ennek pontatlanságát érezte Girke is, és azt írta még, hogy az általános személyiségi jog csak egy szubszidiáris jelleggel bíró jog, és ha törvények nem biztosítanak jogvédelmet az egyes esetben, akkor az általános személyiségi jog ad egy pótulagos alapot arra, hogy a gyakorlatban a bíróságok a személyiség védelmének új formáját is megtalálják, és erre támaszkodva ítélkezzenek. A német BGB, a német magányi kódex, 1900-as alkotóban léletbe lépett kódex alkotói elvetették ezt az általános személyiségi jogot, ám a II. Világháború utáni újrakezdésben fölmerült a németeknél a személyiségi jog kérdése kapcsán. De most már nem is igazán a magányjog és annak a fogalmiságára törekedve, hanem az alkotmánya felvéve, mint alapjogod. Heinrich Hubmann 1950-es Das Persönlichkeitsrecht című könyve lényegében Girke értelmében újította el a fogalmat, és azt írta, hogy, idézem, az általános személyiségjog semmiképpen nem azonos a jogképességgel, vagy az általános jogi személyiséggel. Ezzel a tisztelet, mely a személyiségi értékeket illeti, nincs kimerítve. A személyiség a viszonyaink keresztül állandó önkiteljesítésben értékeket valósít meg, a megteremtett értékeket igyekszik megtartani, és így módon egy originális emberképet teremt meg maga számára, amely egyedüli önértéket testesít meg. Ez az értéktörekvés és az így megteremtett értékek feltétlenül tisztelet követelne meg az embertársak felől, és védelmét minden zavarás és sértéssel szemben. Ezt a megfogalmazást aztán átvett a német legfelsőbb bíróság, majd az itteni a német szövetségi alkotmánybíróság, és bennünket magyarokat annyiban érint ez közelebbről, hogy a hazai alkotmánybíróság első elnöke, Sólyom László, beemelve érvelésével egy alkotmánybíróság ítéletben ezt, az általános személyiségot, a magyar alapjogi bíráskodás egy tartóoszlopává emelte ezt. Ha az alkotmány szövege nem tartalmaz egy eléjük tárt, vitatott esetre egy nevesített szabadságjogot, ez a tartalmazát a személyiségünknek a Sólyom László megfogalmazásában, amelyet fel lehetne használni az adott szabadság sértés ellen, akkor az alkotmánybírák erre az által személyiségjogra támaszkodva minősíthetik alkotmány ellenesség a szabadság sértés lehetővé tévő törvény rendelkezést. Ezzel az érvel szemben persze fel lehet hozni, és fel is hozták, hogy az alkotmánybíróság az alkotmány szövegszerű rendelkezésének védelmére jött részre, és ez a szöveg hatalmazza fel őket arra, hogy a nép által választott törvényeket megsemmisítsék, ám így ők ezzel a megoldással túlnyúltak az alkotmány szövegén is, hogy úgy mondjam, ők olvasták bele ezt a németektől átvett általános személyiségi jogot.